Több ezer ember fog itt tartózkodni együtt egy helyen. Jövő héten indul Székesfehérvár ünnepi hete, a Királyi Napok Szent István napi ünnepség sorozata. A város hű maradt történelméhez, hagyományaihoz, ugyanakkor a Királyi Napok szervezői arra is ügyelnek, hogy újdonságokkal szolgáljanak a városlakók számára, és közel hozzák Szent István emlékét, a múlt eseményeit a mai kor emberéhez. Ahhoz, hogy a Romkert nemzeti emlékhely azzá váljon, amivé válnia kell, hogy kialakuljon esetleg egy szakralitás, egy szakrális helyé, tudjon emelkedni. Az azt hiszem, hogy ott kezdődik, hogy itt mi Székesfehérváron, Fehér megyében, az itt élők, az itt lakók, mit érzünk ezzel kapcsolatban a szívünkben. És ezt próbáltuk, ezt a változást próbáltuk egy kicsit előidézni, hogy elinduljunk ezen az úton. A város közgyűlése idén tavasszal rendeletbe foglalta, hogy augusztus 14-től augusztus 20-áig Szent István napjáig tartó periódus ünnepi időszak. Programok sora várja az érdeklődőket az ünnepi héten, idén néhány új elemmel is bővülnek az események, a Királyi Napok Néptáncfesztivál, az ünnepi körmenet és a kenyérszentelés mellett. Ilyen új program például az ünnepi közgyűlés nyilvánossá tétele a Szent István téren. Azt szeretnénk, hogyha Székesfehérvár önkormányzatának ünnepi ülése az nem a képviselőké lenne, hanem minden fehérvárié, és ezért minden fehérvárit szeretettel hívunk. Ha az időjárás engedi, akkor a Szent István téren tartjuk Szent István szobránál ünnepi közgyűlésünket, és itt a város kitüntetéseit is polgármester úr adja. A megye is aktívan kiveszi a részét az ünnepi hétből. A megyei közgyűlés alelnöke Pleiser Lajos kiemelte, a város és megye önkormányzatának együttműködésének eredményeként megnyitják a nagy közönség előtt királyaink csontjait őrző osszáriumot augusztus 17-től augusztus 21-ig. Valamint két nagyszabású kiállítással bővítik a programokat, ezek közül az egyik a megyei levértár kápornájában nyíló boldogasszony kiállítás. Ez a kiállítás bejárta már a Kárpát-medence nagy részét. Azt hivatott szimbolizálni, hogy a Kárpát-medence népei, az egykori királyi Magyarország népei egymásra utaltak, zömmel egyforma kulturális hagyományai vannak, történelmi hagyományai vannak, és ezt az együvé tartozást, az egymás mellett élést, az egymás mellett jól élést próbáljuk újra megvalósítani. A hetet egyébként fogadalmi szentmise és a Csíkzenekar koncertje nyitja majd augusztus 14-én, augusztus 20-án pedig a Királyi Napok Néptáncfesztivál gála műsorával és tűzijátékkal zárul a Szent István tiszteletére szervezett ünnepségsorozat.